estét kívánok! A mérkőzés első részében azt gondolom, hogy volt két nagy helyzetünk, sajnos nem tudtuk értékesíteni. Az Újpest egy jó eltalált lövésből megszerezte a vezetést. Sajnos ugye ezt követően próbáltunk, de nem tudtunk olyan veszélyesek lenni, mint amennyire szerettünk volna. Azt gondolom, hogy egy kiegyensúlyozott, kiegyenlített mérkőzés volt a pályán. Ez a jó eltalált lövés, az Újpest megszerezte a győztes találatot, meg a három pontot. Gratulálok az Újpestnek! Hát azt, hogy próbáljunk már párharcokba jobban belemenni, több párharcot megnyerni, mert az első fél időben akár a levegőben, akár a talajon a párharcok zömét ugye sajnos elvesztettük, tehát hogy egy kicsit határozottabb, egy kicsit agresszívebb, egy kicsit bátrabbak legyünk, meg hát merjünk játszani, mert én azt gondolom, hogy ennél, tehát voltak olyan szituációk, amiből esetleg többet ki lehetett volna hozni, de sajnos pontatlanok is voltunk, tehát ezen próbáltunk javítani a fél időbe. A közsértani cserélés az? Semmi különös taktikai oka volt, ugye hát vesztésre álltunk, az ember próbálta, hogy tehát tudni kell, hogy most jelen pillanatban sajnos a csatárink sérültek. A Tabakovics nincs, az Abriány nincs, a Takács Tamás van egyedül, és az ember úgy volt vele, hogy egy gyorsabb játékossal ott ugye hátrányban vagyunk, bíztam, hogy a Berezke a gyorsaságával mélységből jobban meg tudja támogatni, és a Varga Kevinnel, a Calventével, a Bereckivel ott három gyors játékos esetleg mélységből beindulva tudunk veszélyesebbek lenni, tehát ez a taktikai oka volt, semmi más. Nagyon rosszul tippeltél, bejött a tippel, igaz, hogy nem 2-1, hanem 1-0. Igen, de arról beszélgettünk, hogy nem annyira szeretsz ide járni vendégeknél, nem. Nincsenek sikerélmények, hát gondolom ma megint nem lenne a kérdőből, hogy mi lehet ennek az oka, hogy... Nem. Nem tudom megmondani, ha tudnám az okát, hogy itt Újpesten miért megy nekünk kevésbé, akkor már nyilván tett volna az ember ellene. Nem tudom, valahogy így jön ki. Az az igazság, hogy háborút már nyertem az Újpest eszembe, mert volt, amikor a bajnoki címért ugye viaskodtunk, és ugye megnyertük a háborút, de a csatát azt, mint a mai napot is többet sajnos elvesztettünk. Tehát nem tudom, mi az oka, de valóban hát Újpesten nem sok sikerélmény adott meg nekem sem személy szerint, meg azért úgy hát, hogy mondjam, általában az Újpest nyeri meg ezeket a mérkőzéseket. Ott vagyunk egyensúlyozott, de valahogy itt már évek óta vagy az Újpest felé bélen a mérleg valamiért. Tavaly is ugye három meccsen 2-2-re nyertünk, most azt gondolom ott is lehetett volna vissza, hogy fordítva, 1-1 volt, tehát szoros meccseket játszunk. Ha tudnám az okát, hogy mégis miért nyeri az Újpest, akkor már próbálnánk változtatni, de nem tudom az okát, de hát ugye azt tudni kell, hogy Újpest azért mindig egy jó gára, mindig egy jó csapat, tehát nyilván, tehát azért egy jó csapat ellen, különösen idegenben azért nem egyszerű. I am very satisfied and especially we came a little bit in situation that we must win. And we must win the game against a very good team. But I think that from the beginning we were better team, especially in the first half when we create many situations and we score one goal, but we could finish that part of the game maybe with two goals difference. Also Debrecen had one or two good chances, but it's not normal that I can expect that they will not create any situations or any chances. They are a very good team. On second half we lost a little bit control on the game. Both teams came to total open fight. We had a lot of space, they had a lot of space, but there was not too many clear situations. I think that we missed and they missed that last touch, last shoot, good pass and good finish.
But at the end, I think that we deserve this win. We were a better team altogether. And I congratulate to my players. I think that they were very good today. And I congratulate also to my colleague, and I wish Debrecen and him all the best in the next games. Tehát kérdésedre válaszolva, a mester rendkívül elégedett azzal, amit ma látott. Különösen annak tükrében, hogy ugye úgy jöttünk abban a mérkőzésben, olyan szituációba kerültünk, hogy muszáj nyerni a csapatnak a mai nap folyamán. És ráadásul egy olyan együttes ellen kell nyerni, aki nagyon jó, rendkívül jó csapatról beszélünk a Debrecen esetében. Ha megnézzük a mérkőzést, akkor az elejétől mondhatjuk, hogy jobb volt az Újpest, főleg az első félidei játékot kicsit górcső alá véve. Több szituációt, rengeteg lehetőséget kidolgozott a csapat, talán ebben a szakaszában a mérkőzésnek akár két gólos differencia is lehetett volna az együttesek között. Ugyanakkor persze tisztában volt a mester vele, hogy a DVSC az a csapat, aki szintén tud lehetőségeket, helyzeteket kreálni. Ugye egy-kettőt ők is össze tudtak hozni itt az első 45 perc folyamán, hiszen egy rendkívül jó csapatról van szó, hogy mondta Nebojša Vignjević. A másik fél időben egy kicsit veszítettünk több harcot, ugye mondhatjuk, hogy ez egy teljesen nyílt sisakos küzdelemmé vált. A másik 45 perc, mindkét csapatnak, együttesnek rengeteg tere volt. Ugyanakkor mondhatjuk, hogy ehhez képest nem volt sok tiszta szituáció, amiből gólszerzési lehetőség lett volna bármelyik fél előtt. A debreceniek is próbálkoztak, de hát náluk is az utolsó passzok, az utolsó lövések, momentumok hiányoztak, vagy nem sikerültek jól. Összességében megérdemeltem az Újpest a győzelmet, gratulálom a mester a játékosoknak ezért a sikerért, és természetesen a legjobbakat kívánja, gratulál Herceg András csapatának is, és a legjobbakat kívánja a bajnokság további részében neki is, és a DVSC-nek is.